Szavaszok srácok, Zoom üdvözlök mindenkit, ez itt a a második lapát nézése. Készültem 21 nehány lappal, azt hiszem egyébként ilyen 26 környéke, viszont elméletileg még miatt befejezem a videót, még ki fog jönni egy, és az elmúlt fél órában is jöttek ki lapok, amiknek a nevei még változhattak, a funkciók viszont valószínűleg így maradnak. úgyhogy ezt egy kicsit fenntartásokkal kell kezelni, az előző kiegészítés voltak olyan -e lapok, amikről még fluffy beszéltünk, aztán nyilván megkapták a maguk nevét. De az első nem ilyen, az már egy régebben megjelent lap, régebben, hát így szerintem három napja, és ez pedig a kristályok ereje, tehát hogy a Crystal Power, uh, ugye druid lap, egy manás, és azt mondja, hogy vagy kettősebzünk egy lénynek, vagy 5 HP-t visszaeltünk a hősünknek. Az első reakció erre az volt, hogy hát uh, a vajdos hildruid az valóságos lesz, de majd meglátjuk ennek egyébként a másik megjelent druid lappal együtt lesz még igazából értelme viszont addig is nézzük a no surrender-t ami ugye hát egy új paladin sziklet és azt csinálja, hogy amikor az ellenfelünk el, elkasztol egy spelt, ugye erre már múltkor nyelvészkedtünk és nem találtuk a megfelelő magyar szót hát hogy akkor a lényeiknek plusz két HP-t ad. Ez egészen izgalmas, ez ugye AOE elleni védelem. Um, és ugye a Secret elvileg uh, úgy van ugye a sorozat, hogy a Secret az elkasztalás pillanatában történik, tehát még mielőtt hatása lenne az asztalra, azért kapnak a lényén két HP-t. Ezt szerintem jó, tehát hogy Flameshrek elleni védelem, Blizzard elleni védelem, meg ilyesmi. Ez nekem tetszik. Rio Frost a következő, ami egy egymanás mage uh, twin spell, és gyakorlatilag azt csinálja, mint az Ice lens csak uh, kicsit szituációsabb, mert azt mondja, mert hogy ugye ez csak lényre mehet, uh, megfagyaszt egy lényt, és hogyha fagyott, akkor sebez neki kettőt, és uh, ugye, tehát gyakorlatilag az van, hogy üres a kezünk, és van lent az ellenfélnek uh, egy két hp s lénye, akkor ezzel a lappal le tudjuk szedni és nyilván hat rá a spell, nem is meg minden, de magában nyilván ez a lényege. Szerintem ez amúgy nem jó, már hogy nem. Tehát pont azért, mert csak lényre mehet, én ennek van, a, a, nem annyira érzem. Tehát, hogy oké, okay, hogy fagyasz, de hogy leszedni szeretnél lényeket, nem fagyasztani. Mert azzal most elodázod a dolgot, de a. A következőnek a nevén felröhögtem, ugye ő egy mana kettő egyes Sámán Mörlok, és hát iszap szűrcsölgető névre hallgat, csodálatos, és az a Battlecry, hogy ad egy lekit a kezünkbe, és overloadol egyet. Egy Egy a kettő, egy az még egyébként tök okés lenne, bár ugye az egy HP-t azt ugye nem szoktuk szeretni. Az overload az már kicsit fájdalmasabb, és hát a random leki. Hmm. Nem tudom. A Murloc sámán ugye sose volt jó. Ha lesz ilyen, nagyon lekire épülő Shaman, bár egyébként miért lenne, akkor abba lesz játszva. Egyébként én nem nagyon tartom elképzelhetőnek. Az Evil Conscriptor a következő, ez egy kettőmanás Priest lap, és ugye kettő van kettő kettő, és neki az a detretője, hogy ad egy lekit a kezedbe. Ez szerintem simán csak nem jó. Tehát, hogy az előző legalább battlecry ra adta, és egy mana volt, ez két mana, és detret, ez nagyon lassú. Nagyon lassú, és nem vagyok benne biztos, hogy ez egyébként akár még csak priestként is megérné. Viszont a következőnk az Evil Genius, tehát hogy a gonosz zseni. És azt csinálja, hogy, és nyilván ez egy vorloklap, és azt csinálja, hogy egy baráti lényt elpusztít, és két random lekit ad a kezünkbe. Ez még mindig jobb, úgy, mint az előző. De most komolyan, tehát inkább egy tokent feláldozok azért, hogy battlecry ból és kapjak nyilván kettőt. De nem érzem én azt. Valószínűleg egyébként itt a, a, ez a Sacrificial Pact hatás lesz a lényeges, hogy mit tudom én, valami detrettől tudjunk vele triggerelni. Ez fontosabb, mint az, hogy hogyan lekiket kapjuk, bár nem tudom. Én alapvetően nem érzem ezt a nagy lekis de ne legyen igazam. A Henschklein Hoxsteed, ez is ugye valami fluffy bor blokként jelent meg, vagy valami ilyesmi nevet adtak neki, aztán azóta sem oldották meg a Pwn-on, viszont. Kettő van a kettő egy, és az a hogy egy egyes egy, egy idéz. Ez egyébként tetszik, tehát ez még mindig jobb, mint az előző két, két manásból szerintem bármelyik. Magában azért, mert leszedés, mert bordot hagy maga után, és ez egy érdekes mechanika, hogy mondjuk kettőért sem biztos, hogy amúgy játszod, mert most ezt milyen degben tudod elképzelni Hunterben amúgy. Hunterben, mert egyből tudod buffolni például a hiénádat, oké, okay, hogy a mörlok az viszont nem bízt, viszont test az asztalom. Úgyhogy ez kb. jelenleg az egyetlen, amiben el tudom képzelni. Hát viszont a következő, ugye a druidnak a legendása a Keeper Staladris, és ő azt csinálja, hogy amikor egy Choose van spelt elkasztolunk, akkor mindkét választási lehetőségből ad a kezünkbe egyet. Wow ez így nagyon erős szerintem. És vágyban mennyire lesz nagyon szép. Ez mondjuk mit tudom én. Mondjuk J. akarod ezt játszani? Nem biztos. Nem biztos, mert uh, hát a fene se tudja. Lehet, hogy amúgy játszaná a Egy plusz bekeverés, egy plusz lény, egyáltalán manáért. Hmm. És nyilván egy lény, amit meg kell oldani. Hm, izgalmas. És hát nyilván a choose már vonatkozik, tehát a, a branching pass-re ugye nem. Uh, és csak spellre. Tehát, hogy még a choose lényekre sajnálatosan nem. Az mondjuk még nagyon-nagyon beteg lenne. De ez alap, ezt tetszik. Standardban egyelőre nem érzem a helyét de mondom, ne legyen igazán, majd meglátjuk, hogy kapunk-e valami nagyon izgalmas chosen effektust elvégre is, még olyan, hát legalább, legalább 80 lapot fel kell, hogy fedjenek. Lightforge Blessing, ez az egyik legelső lap volt a legutóbbi felfedés óta. Ugye ez kettővonás paladin Uh, spell, és ugye azt csinálja, hogy livestil-t ad egy baráti lénynek, és ugye ez twin spell, tehát ugye gyakorlatilag uh, négy manáért két baráti lénynek tudunk t adni. Ez tetszetős. Tetszetős főleg uh, azért, mert a paladinhoz egész izgalmas dolgok érkeztek, de ezeket majd mindjárt látjuk. Mana ciklón a következő lapunk, és ugye ez egy mage uh, epic, és azt csinálja, hogy minden egyes... Uh, spell, amit elkasztunk ebben a körben, azért egy véletlenszerű mage lapot ad a kezünkbe. Nyilván ez megint olyan, hogy körben sose fogod játszani, csak kérdés az, hogy akarsz -e? ezzel a kiegészítővel kezd az lenni a gond, hogy a random faktor. Tehát, hogy így random lekit kapsz, random ezt kapsz, random azt kapsz, és itt is. Tehát, hogy ezt a tizedik körbe kijátszod, kiraksz egy csó olcsó spellt, például az előző uh, olcsó spelleket, arra körülbelül jó, semmi másra a, a rate, uh, és akkor azokért kapsz uh, olcsó mész spelleket. Az a jó amúgy benne, hogy egyrészt elementál, másrészt, hogy epic, tehát, hogy ebből többet is játszasz, csak mécsként nem hiszem, hogy te random mész akarsz nyerni. Te azt akarod nyilván, hogy uh, fixen, hogy fix leszedéseid legyenek, hogy fix, nem tudom én, uh, polid legyen, hogy fix területid legyen, vagy ilyesmi, uh, és nem uh, fixen akarsz kapni, nem tudom én. bármit. Tehát hogy nem tudom. Jó, mondjuk, a, a, ugye az igazsághoz hozzátartozik, hogy nagyon-nagyon rossz mage nincsenek. Tehát általában, hogyha kapsz amit az általában valamire jó szokott lenni. A legrosszabb esetben mondjuk Frostnova Vagy Fireball, de hogy ilyen. Időközben megérkezett ennek a csodás Priest lapnak a neve is, úgyhogy őt Shadowy figure hívják, és kettő van a kettő-kettő, Epic, és azt csinálja, hogy egy baráti deszretől lényt uh, tudunk gyakorlatilag lemásolni. Uh, tehát a szituáció az az, hogy nyilván kint van az hogy a a lény, és abból egy kettőketes másolatot fog csinálni. Tehát gyakorlatilag ugye megtartja a statjait, és felveszi annak a formáját, és a detretőjét átveszi. Ugye Wild van ez tök jó Szilvanászra, amikor beüt majd a standard rotáció, akkor ugye Wild van Obsidian statue, Elég sok minden, tehát ugye a a Priestnek a detrétoril iránya az white ettől azért egy kicsit meg tud szaladni, szerintem van elég sok uh, izgalmas detrétoril lény, uh, úgyhogy ezt szerintem, ez szerintem egyébként vállalható. Um, a probléma nyilván az, hogy ezt korai játékban nem fogod kirakni ettől függetlenül ugye ezekbe az összes Resurrect is nagyon jó, Control is nagyon jó, és csak úgy, úgy ilyen detretölös questes vonalba is jó egyébként, úgyhogy uh, a white a Quest Priest kapott támogatást szépen. Azt kell majd figyelni, hogy milyen nagyon izgalmas detretölöket fog kapni a Priest, egyelőre ugye ilyet még nem nagyon láttunk. Viszont a Bronze Herald, ugye 3 a 3-2-es paladin sárkány, és két darab 4, 4 es sárkányt ad a kezünkbe. Ugye ez így, wow, tetszetős, és ez csak egy komon. Tehát uh, jó, ez a Detretője. Uh, úgyhogy igazából uh, jó, nyilván az, hogy detretől az lassú, viszont 3-3-2, a statjai nem az igaziak, viszont érték az van benne bőven, és ez a Dragon Paladin irány. Uh, ugye Vájtban elég régóta van ilyen mém, próbálkozás van vele, jó tudom, most majd jönni fog valaki a hozzászólások között, és azt fogja mondani, hogy Dezon, 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 te is játszottál már Dragon Paladinnal? Igen, történt ilyen, de ettől még a Dragon Paladin szerintem Tier 3 erősebb az életben nem volt, viszont most lehet, mert kap hozzá a támogatást nem csak ezzel a lappal, hanem lesz majd még egy következő, és... Uh és következő kettő valójában. Hogy ő a Rissa parancsnok, és azt csinálja, ugye 3 a 4 3 tehát a statjai elég jók, nyilván egy legendásak legyenek jók a statjai, de a képesség, a képesség azt csinálja, hogy a szikletek kétszer sülnek el. Ez azt jelenti, hogy ha Nobel szekked van, akkor két darab kettő egyet fog idézni, de csak az egyik fog meghalni. Itt azért ugye nyilván ez, a, ez az egyetlen, ahol ez kérdéses. Szerintem. Mondjuk a, nem tudom, az Auto Matrix-ban <laughs> kétszer kap egy köszi, az ugye sokat ér, viszont vannak olyan szigetek, amiknél ez fontos, tehát például a, 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 mondjuk ugye beállítja a kiátszott leny hp egyre, ugye ott se jó, a, az iPhone 9 nál érdekes, hogy kirakod, iPhone 9 és akkor az ellenfél kap el, mondjuk, mit tudom én, 12-t arcba, hogyha ütött egy Fireball, az mondjuk azért elég izgalmas. Szóval vannak ezzel jó kombók szerintem. Az Avenger nem beszélünk, meg hasonlókról, tehát hogy Wild van itt azért elég szép dolgokat lehet majd vele csinálni, és szerintem standardban is azért marad bőven elég olyan paladin szikrat, ami ezzel mondjuk hasznos lesz, minimum hasznos lesz. A Hacklebot a kontrolljátékosok kedvenc anti -kombó lapja lesz. Egy rosszabb dirty red, de legalább valami. Ugye négy van a 3-8, a statjai elég jók ahhoz, hogy négy drop legyen, e, viszont nem az ellenfél nem a kezéből, hanem a deckéből fog megidézni egy random lényt. Na most ez nyilván a dirty azért jobb, mert van olyan szituáció, amikor a kézolvasással kapcsolatban úgy gondolod, hogy már nála van. Ezt kirakod negyedik körbe, lehet, hogy már a kezében van, és akkor a dekében nem húzza ki. És általában ugye a matematika mai állása szerint nagyobb az esély arra, hogy az ellenfélnek a kézmérete az kisebb legyen, mint a dekje. Ugye már. És több a lehetőség arra, hogy, hogy tehát, hogy a, van a kezében hat lap, és van még a dekében 20. Na most mire nagyobb az esély arra, hogy a kezében van, vagy arra, hogy a dekében van, arra, hogy a dekében van, és a dekiből megtalálhatsz el rosszat is úgyhogy ez ezért rosszabb, de legalább valami minimális esély azoknak, akik kontrolljátékosként azért sírtak, hogy ők kapnak a kombótól, már pedig ennek így kell lennie, nem baj. De nem ez az egyetlen anti kombó lap egyébként, majd még látunk egyet. Viszont a következő lap a kristály szarvas biztosan nem ilyen, ugye ő egy ötmonás druid epik, aminek négy négyes a statjai, rest kap, és az a battle cry, -a, hogyha a játék során már visszatudtunk 5 HP-t, akkor idéz magából egy másolatot ez szerintem egyébként eléggé izgalmas, főleg azért, mert hogy mert hogy valami, valami bíztes dolog, dologban ez egyébként simán előkerülhet. Mondjuk hílelős bízt az nem igazán van, viszont ez tetszetős. Tehát, hogy 5 kapsz kétszer nénét, tehát öt 8 8 at kapsz, hogyha már gyógyultál. Jó, most a uh, bizével nem fogsz játszani valószínűleg a hárommanás gyógyulása, viszont a, az egy manással, amit a játék elején mutattam, azzal valószínűleg meg igen. Mert valószínűleg ez é fog annyit érni. Csak... Uh, azt ugye megint az van, hogy nem körről fogod kijátszani, és akkor onnét meg érdekes a történet. De igen, a, a Crystal Power-ben akkor így uh, sokkal több érték van, mint ahogy azt elsőre amúgy gondoljuk mert önmagában most ugye ott az van, hogy egy mana gyógyulj ötöt, és ezzel a lappal kombózva legyen egy ingyen szarvasod. Nem rossz. Tehát, hogy gyógyulsz ötöt, és egy ingyen 4 négy es rásos tehát idézel, sőt, és nem is biztos, hogy 4, -4 négy, a ugye tudod különböző dolgokkal szerintem kombózni. Például mondjuk vágyban mondjuk akár kelezettel is tudod buffolni. És akkor mondjuk 5 5, -5 kapsz, ami meg már nyer sokkal jobb. Tehát, hogy így, így ezért erre vannak ezen nem lehetőségek. Most kérdéses az, hogy uh, nyilván te druid lesz-e az a, 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 heel, a híres heal druid, ugye, amit emlegettem, hogy, hogy white heal druid az új meta, meglátjuk. Kezd összeállni amúgy, hogy ez, hogy ez egészen jó legyen. A másik archetipus, aminek szintén kezd elég jól összeállni, az ugye a Dragon Paladin, és a következő lap az megint csak ezt támogatja, ugye 5 mana 3-5-ös Dragon Speaker, ami Paladin lap, és azt mondja, hogy az összes sárkánynak a kezünkbe 3 plusz 3-at ad. Wow! Tehát konkrétan kézbuffolós. Kézben sárkány buffolós dolog szerintem. Ilyen még azért nem nagyon volt. Ez egy szép egy támogatás lesz egyébként a Vajdos Dragon Paladinnak. De egyébként Standardban is lesz majd valami változat, a kettő tök más lesz. A Vajdos Dragon Paladin az inkább egy ilyen midrange deck lesz szerintem, a Standardes dolog pedig valahol a, a tehát az inkább egy, egy a Dragonos híladin lesz, már hogyha lesz ilyen. Ugye elég sok hílt kapott az előző kiegekben, és szerintem erre fog tudni ráépülni. És pont azért mondom, hogy Dragonos híladin lesz, mert majd látjátok a tízvanás sárkányt. A következő érdekes lap egy Paladin Epic, ami ötvanás, Duel névre hallgat, és azt csinálja, hogy a, mindkét játékos idézze a dekéből egy-egy lényt, és ezek megtámadják egymást. Ez megint egy anti nap, úgyhogy egy csomó. Tehát, hogy ebben a felfedésben szerintem ez alapvetően a harmadik, de amúgy egyrészt izgalmas, másrészt meg sokféle felhasználási módja van ennek a lapnak de nyilván, hogyha te nem combo ellen játszol, akkor azért ez hátrányt tud jelenteni, mert akkor mondjuk az ellenségnek idézte deszvinget, vagy most tehát, hogy valami nagyon izgalmas lényt, ugyanakkor a legtöbb combo az sírni fog, ugye általában azért játszunk lényeket, hogy azoknak valami nagyon értékes és hasznos battle legyen, ez pedig, ugye, az összes ilyen, és ehhez hasonlót így megöli. Úgyhogy igen, ez ez alapvetően nem lesz vicces, de valószínűleg, hogyha lesz Control Paladin, akkor valószínűleg fogjuk látni ezt a, a, ezt a lapot. És ugye érdekes, mert hogy te nyilván akkor játszott ki, amikor a neked szükséges dolgok már a kezedben vannak, és mondjuk a a sárkány, amiről majd később beszélünk, például, de hogy a, ami, ami, neked nagyon feltétlenül szükséges, az, hogy győz, akkor neked az megvan, és akkor onnét kijátszhatod ezt, és reménykedsz benne, hogy az ellenfél pedig még nem húzta föl azt, amit ő szeretne, ami, amivel ő megnyeri a meccset. Úgyhogy ez ilyen, ez ilyen két dolog, ezért is van egyébként egy kétélű kard. A kétélű? Szerintem az ott Mondjuk azt, hogy, mondjuk azt, hogy így a vicc kedvéért, hogy az ott egy két karda az illusztráció, és, és, igen, tehát hogy ez, ez, jó is lehet, és rossz is lehet, de egyébként kombó ellen ez körülbelül fixen mindig jó. A következő is egyébként nagyon izgalmas, és elsőre furának is hangzik. Öt van a 4 négyes a Sámán Mökmor névre hallgató remek lapja, és egy 4 négyes es másolattá válik a deckünkből. Ha játszuk. Tehát egy bármilyen másik lénynek a 4 másolatává válik. Hmm. Milyen olyan hasznos lényem van, amit én szeretnék kirakni 5 manáért? Ha, jó, nyilván ilyenkor előjönnek a mémek, hogy maligosz. Csak mennyi esélyem van arra, hogy mondjuk a tizedik körig a maligoszt nem húzom fel, ezt pedig igen, euh, például, vagy nem is biztos, hogy tizedik körig kell, de mondjuk nyolcadikig biztos, 9. 10, de 9. körig majdnem úgy biztos, hogy fel kell, hogy húzzam, és akkor ezt kirakom. De úgy gondolom, hogy lehet találni olyan lényt valószínűleg Sámánban, aminek nem, a Battle cry a hasznos, bár ezért a, általában csak arra használjuk, hogy hasznos Battle legyenek. Nem tudom, mondom, ez izgalmas és tetszik, Uh, vágyban nyilván egy csomó hasznos uh, uh, dolgot tudok rámondani, Jeserással, <laughs> <laughs> uh, Ragnarosszal, meg ilyesmikkel, el tudom képzelni. Mással egyébként nem jó, a Yeserázsa ugye azért rossz, mert hogyha a Jeserás kirakja ennek a másik változatát, akkor konkrétan sírsz. Mm, de ilyen, ilyen, ilyen big shaman, tehát hogy... vagy nem tudom. De mondom, az effekt az nekem izgalmas, abszolút. Csak nem tudom, hogy még miben lesz hasznos. Ez, ez még problémás, de szerintem majd találni fog uh, neki utat. Aztán simán lehet, hogy ez csak egy alvó lap lesz, és majd eltesszük, és így is nem fogjuk látni. Tehát, hogy nem a világ legeszveszettebb lapja, ez egészen világosan látszik, de szerintem lehet ennek jó hasznát látni. Ahogy a következőnek is ugye a hatmanás Hunter és Alice the Beast és Twin Spell, és azt csinálja, hogy uh, idéz egy 5-ös vient, legyen ez bármi is rasszal. Uh, ez az 5-ös nyilván valami neutrális beast, vagy, vagy valami nem biztos, nem, tehát, hogy nem tök tehát egy, egy képesség nélküli beast valószínűleg de mondjuk ha érte nem biztos, hogy egy 5 akarsz idézni, még akkor se, hogyha az fixen rássos. Még, és még úgy se, hogy mondjuk adott esetben vissza tudod hozni a Revenge of the wild -a. A, nem tudom én. És hogy hívják? Mindegy. Na, a két lappal, ami visszahoz a lényeket. Még úgy értek, mert akkor meg 8 költöttél arra, hogy legyen két darab 5 ami Mondjuk úgy az, már, úgy az már kezdi megérni, de az meg két lapos kombó. nem tudom. Ennek addig lett volna értelme, jó, egyébként Zulginunk van, tehát Zuljinnel uh, tud érték lenni, mert ugye Zul'jin marad, de nem tudom. Ezt nem érzem egyébként elég erősnek ahhoz. Főleg azért, mert mondjuk 12 manát elköltesz két darab 5 öt 5 rással. Hmm. Az Unseen Sabotőr. A 6 mana 5 hatos, neutrál epik, és erre gondoltam az előbb, amikor azt mondtam, hogy majd jön még egy érdekes komó megszakító lap. Na most nézzétek meg, ez azt csinálja, hogy egy random spelt idéz az ellenfél a kezéből. Tehát gyakorlatilag ugye az van, hogy akár lehet, hogy egy piroblasztot kapsz, akár lehet, hogy valami teljesen mást, de ha meg, de mondjuk vannak lapok, vagy vannak olyan um, Vannak olyan dekkek, ami ellen nem akarod játszani, nem akarod játszani mondjuk fixen valami szikretes deck -ellen, mert ingyen kirakadsz vele szikretet. Ugyanakkor kombó dekkek ellen meg akarod játszani, mert szeretnéd azt, hogyha inkább négyet sérülnél, mint mondjuk 16-ot valami eszeveszett kombóval, vagy uh, inkább hármat sérülnél, uh, vagy egyet, vagy ilyesmit, de hogy az ellenfél az bukja el azt a nagy lehetőségét, ami egyébként van. Úgyhogy uh, a kombódekek sírni fognak valószínűleg. Nem is feltétlenül örülök ennek, de hát most ez van. A Vereza Windrunner, a Hunternek a legendása, és azt mondja, hogy egy Tordál Star, uh, The Stars Fury-t uh, csatol fel, vagy helyez föl. És ugye az egy 3 a 2 3 as fegyver, ami azt, azt csinálja, hogy ha a hősünk támad, akkor kapunk plusz 2 spell damage -et. Nem annyira értem, hogy a Hunterbe a spell damage az mondjuk mióta jó. <laughs> Nyilván kill command tökéletes de ettől függetlenül. Tehát, hogy oké, okay, kirakom őt, megkapom a fegyvert ingyen. Nem támadok vele abba a körbe, vagy akár még támadhatok is, tök mindegy. Uh, és akkor utána van a kezemben két kilkomban, ami így most már, ha van egy bíztem, akkor összesen 14-es ennek a támadása, az, az, 16, meg a, meg a hero az 18. Az mondjuk elég baráti úgy, hogy neki egyébként őt meg kellett oldania. Tehát ez még az 5-6-os testtel is valamit kellett kezdenie. Nem rossz, csak alapvetően a, Hantertől hunter idegen a spell De hát mondom, tökre fogunk neki örülni, hogyha ez, ha a Kill command így 14 tudunk sebezni 6 manából. Azt hiszem. Tehát, hogy ez egy eléggé lassú lap, ez a 7 manás dolog, de utána a fegyver az azért elég szép. Viszont ugye az van, hogyha... És ez ugye összesen a Kill Command Ilyen, tehát az összesen a spell damage plusz a, a sebzések, az is uh, csak 6 seb, csak a fegyverből, és akkor utána még a spell damage ez mondjuk jó. Csak mondom, uh, ha eddig nem játszottak volna a fegyverleszedéssel úgy mindenki, vagy uh, minden control akkor ezután biztos, hogy fognak. Mondjuk egyébként az a vicces, hogy a... Hát nem tudom, kontrollok, meg a kontrol mage játszott velük. De ugye az úz az ki fog menni, mert mint hogy a glutonosz, Úgyhogy maradni fog az SZDX-venpúz, csak és kizárólag. Hm, kellemetlen. A Loknak a legendásával folytassuk, aki felrold fel betrug, és azt csinálja, az a képessége, ugye 85-7, azt csinálja a képessége, hogy amikor egy lényt húzunk, akkor egy uh, rásos másolatot... Uh, Idéz belőle, ami a kör végén meghal. Mi van? Hát így, elnézést, így, így, mi történik itt most, itt így tényleg a fogadóban? Tehát, hogy. ah, borzalmas uh, szerintem, vagy legalábbis én nem látom az értelmét. Oké, okay, uh, úgy még akár lehetne értelme, hogyha. De dróarendzsére épül, ugye fel kell használnom a hero tehát hogy konkrétan 10 manából tudok ebből értéket kivenni, vagy 9 manáért, hogyha mondjuk a, a, a szoláriumot játszom. és milyen olyan lényem van, aminek a detretője annyira értékes, hogy az, hogy meghal, hogy ezt értelmes legyen kijátszani mert ugye kimennek a, kimegy a DK standardból, tehát még arra sem játszhatok, hogy ezt kirakom, kihúzom a szaláriummal három lényt, mert rengeteg lény van a dekkemben, azokat megidézi, azok már rögtön meg is halnak, és tizedik körön pedig kiteszem, és akkor örülök neki, hogy visszaidéztem őket. Jó, és persze még rást is kaptak, de hogy... Jó, statokban valószínűleg tök jó. Tehát, hogy ha azt mondod, hogy 80 ért kapsz egy 5 hetes testet, meg megkapsz valamilyen nagyon nagy méretű testeket, ami körvégén meghalnak, az mondjuk így eléggé baba. A white lesz az érdekes egyébként ilyen Charge Viosaur-ral, csak tehát tényleg akarsz Charge Deviosaurt játszani egy bármilyen lockdekben azért, hogy hát ha felhúzod ezzel, és hát ha kijön a kombód. Nem tudom. Tehát, hogy ez... És az az egyetlen dolog, amit el tudok képzelni, úgyhogy szerintem ez, ez, nem a világ legjobbja. Uh, túlságosan nem tudom, aztán tévedjek és legyen ez lehet me a meghatározó lap, de szerintem nem jó. Szembe a következővel, amire, amire mindenki, illetve nem mindenki, amiről sokan azt mondták, hogy hát ez a lap ez így nem, de nézzétek meg, Gepetto Joy 86 de azt aki tök mindegyek, mert azt csinálja, hogy két lényt húz a dekünkből, és a támadását, az életét és az árát is egyre állítja. Úgyhogy a combo így kaptak is, meg vesztettek is dolgokat, ez most a kapás része, hogyha sikerül felhúznod valami Maligoszt, Antonidást, vagy valamit, akkor elég örülsz szerintem. Róként akár ebből még lehet is valami. Shadows, kirakod, Shadows, visszahúzod, uh, utána megint kirakod, húzod vele, ez akár, sőt egyébként, Wild-ban ilyen maligos Rókban még, még akár király lehet, vagy Pogo Hopper-es akármilyen Rókban, ugye Pogo hopper pont, pont egyébként eléggé, eléggé világi lenne szerintem ez a kombó. Úgyhogy uh, igen, ez szerintem, ez szerintem több, mint izgalmas. És a következő, nekem ez egyébként nagyon tetszett, 84-8-as elementál, lifestyle Rush és és ő maga a kétlábon járó szökőkút. Tehát, hogy Walking Fountain. De gyakorlatilag ugye ő azt csinálja, hogy ő egy gyakorlatilag egy 8-8-as lény. Tehát, hogy 8-at tud sebezni igazság szerint. És rásos is, lifestyle es is, tehát 8-as sebe, egy igen, tehát hogy egy, egy, lénybe tud mondjuk 8 hogy sebezni, hogyha annak 8 kisebb a támadása, és ugye gyógyít nekünk 8-at. Ez szerintem abszolút tetszetős. Tehát ez, erre szerintem nem lehet panasz. Az elementársában van viszont nem hiszek, az az egyetlen probléma, hogy uh, most megy ki egy csomó-csomó-csomó hasznos elementál, és szerintem egy-egy darab fog visszajönni, úgyhogy nem gondolom azt, hogy egyébként ilyen hatalmasan nagyon-nagyon erős lesz, viszont maga a lap nekem nagyon tetszik. Ahogy egyébként a következő Priest Rare is, ami a Mass Resurrection, és ugye ő azt csinálja, hogy három baráti lényt idéz, ami meghalt a játék során. Nem három különbözőt, három baráti. Teljesen mindegy, hogy miért. Az az egyetlen kritérium, hogy meg kellett, hogy halljanak már a játékban. A Resurrect Priest megint kap egy kis támogatást, úgyhogy hogy egyébként ugye egy csomó dolgot elveszít, ugye az Eternal Servitude-ot, a Spellstone-okat, az Elementált, a, a Shadow Visions. tehát egy csomó mindent elveszít, ezt megkapja, csak ugye 9. kör, ugye akkor te általában mondjuk galerit akarsz inkább játszani, mint bármi mást, úgyhogy ez így, ez így fura jó, de mondjuk ez galeri után meg teljesen jó, tehát kimegy a galeri, leöli őket, és akkor után galeri után ezt el tudod kasztolni. az a baj ugye, hogy nem tudsz mellé mindblast És nem tudod már olcsóbítani se a spell de standardben vágyban nyilván tudod, többféleképpen is De ez szerintem ehhez kellenek lapok. Tehát ez önmagában most még nem lehet megítélni, hogy ez mennyire lesz jó. Hogyha kap a, a priest spellócsósítást, és kap még valami felélesztést, vagy valami ilyesmit, vagy sebzést esetleg, akkor, akkor lehet igazából érdemben valamit mondani erről. Egyelőre ez nem tűnik egyébként annyira nagyon zseniálisan jónak. Uh, mondjuk egy elhúzódó meccsben valami, nem tudom én, uh, tehát valami control deckben viszont belefér, mert hogy nem kell hozzá uh, spelleket kasztolgatnod, hanem ez így önmagában így, így tudod játszani körvön, hogyha úgy kijön kilencen például. Tehát hogy ez egy, ez egy olyan deck, ami ilyen sok nagyméretű lényel játszik, az egyébként jó tud lenni. Tehát mit tudom én, ugye sztenderben licskinget el kell felejteni, de hogy nem csak sztenderben, akár vagy bármi. Tehát hogy valami nagyméretű lény, sok nagyméretű lény visszahozására, viszont egyébként ugye király. Csak akkor ugye nem szabad kicsiket játszani, mert akkor az nem éri meg. És van még egy lap, amit már mondtam, hogy érkezni fog, és ez pedig Nozari, a Paladin 10 sárkánya, az ismert 4 12 statokkal, és azt csinálja, hogy mindkét hősnek a HP-ját visszaállítja 100%-ra teljesre. Ugye ez gyakorlatilag egy trio of life, a, ami egyébként ugye Druid Spell volt, és annó az sem volt használva, nem teljesen véletlenül, mert ugye pont a párhuzamos effektje miatt. Ezt azért tudom elképzelni, hogy lesz használva, mert ugye létezik nekünk tekálunk. Tehát egy csomó olyan dolog van a paladinban, amit triggerel a HP visszaállítás, ami attól kezdem működni. Úgyhogy konkrétan ezáltal egy csomó mechanikát visszatud, egy csomó mechanika életbe lép a paladin tekében, tehát önmagában ez az egy lap elég sok mindent meg tud változtatni a játék során. Ugye sárkány, tehát white-ban mondjuk dragon konzorttal akár lehet olcsóbbítani, meg lehet kapni mondjuk a randomra, Uh, és még egy csomó izgalmas dolgot lehet vele egyébként csinálni. Maga ez a magában tízonsár egy picit sok, viszont hogyha neked, tehát ha tekáloztál és egyébként full HP-n voltál, akkor konkrétan így föl tudsz menni ilyen majdnem 60 HP-ig. Tehát ugye ez azért szerintem eléggé durva. Uh, úgyhogy ez, ez mindenképpen tetszett, és is mondom, a nagyméretű sárkány. Uh, az, az, az egyetlen gond vele amúgy, hogy nem feltétlenül kell megoldani, mert csak négyet üt, oké, okay, nehéz leszedni, de nincs idegesítő képessége, nem úgy, mint mondjuk Maligosnak, vagy a Mage sárkányának, akinek még nem tudom a nevét, de nem tudom, majd nyilván megtanuljuk. Uh, igen, úgyhogy... Ez a probléma vele, hogy ő a bordon nem jelent fenyegetést. Ugyanakkor gyakorlatilag full, tehát egy előfeltétel nélküli Reno, oké, okay, tizedik körre, ami az egy nagyon-nagyon nagy különbség egy 6 manán vagy 10 manán, és kapunk hozzá egy értékes testet, és semmi előfeltétele nincs, és pozitív a deckünkben lévő lapoknak a nagy részéhez. Tehát, hogy ez egy konkrétan egy tényleg egy hilladinban, ez alapvetően tud működni, úgyhogy ö, szerintem most ez így, ja ez alap, ez alap ez egyébként ilyen. A közepesnél biztos, hogy jobb, és azt fogjuk. Ha lesz híladin, akkor ezt biztos, hogy látni fogjuk benne, mert, mert maga alap jó. A kérdés az, hogy, hogy, tényleg meg lesz neki azok a keretek a hiladinhoz, amire szükség van ahhoz, hogy mondjuk működjön maga a deck, és hogy egyébként legyen elég olyan deck, ami ellen jó. Ez a, ez a nagy kérdés ugye ilyenkor. Na jó, hát ennyi lett volna most a Rise of Shadow nak a második lap átnézése. Örülök, itt voltatok, és találkozunk holnap a White Hit végén. Sziasztok!